A tűz nálam tavasztól őszig egyfolytában ég, az év nagy részében itt élek. Sütöm a vacsorámat, és váratlanul bekapcsolom az egyik természetfilm csatornámat. Egészen jó a műsor. Állítólag én csónakba születtem. És gyakorlatilag? És nem tudom, mert nem emlékszek rá. De olyan jó lenne ezt így elképzelni. Apám már az 50-es évektől itt volt méhész. Az ősi földjeink itt vannak. Én már 5 évesen itt hozott ki magával, és itt voltam, és szívtam magamba mindent. Én nekem ez az anyatejjel együtt jött az egész. Festői környezet, festménybe illő táj. Ismerjék meg a Baja határában dolgozó természetvédelmi őrt, Felső Barnabást, aki együtt kell, együtt fekszik a természettel. Azt is mondhatnánk rá, hogy ő a Gemenci Ranger, ahogy a videóiban is hivatkozik magára. De találó mondatokra bukkanunk a honlapján is, ahol a többi között így jellemzik őt, idézem. E természettel együtt lélegző ember előadásmódját rokon szenvessé teszi az, hogy a mondandója mentes mindattól az üres tölteléktől, amelyel a közélet szereplői sajnos igen gyakran a gondolatok hiányát igyekeznek leplezni. Miért Gemenci Ranger? Hülyén hangzik így elsőre. Miért Gemenci Ranger? Mert belevágtunk a közepébe ezzel, mintha egy mondat közepébe. Miért Gemenci Ranger? Azért, mert a természetvédelmi őri munka az én számomra az egy teljesen más feladat, mint a többieké. Én ezzel a motorommal az összes telet eddig végig motoroztam. Nem kell elmondani, az milyen egy veszélyfutás. Térdigírű saragba, teherautók, hordó autók vágóiba estem, keltem. Volt, hogy rám esett a motor, azt hittem, ott alszok, mert nem bírtam a 120 kilós motor alól kijönni. Szóval én a természetet belülről látom és alulról. Ez Érsekcsanád közigazgatási területe. Érsekcsanádhoz tartozik Veránka-sziget. Veránka-sziget a Duna-Dráva Nemzeti Park szívecsücske, a közepe. Ez egy sziget, csak csónakkal lehet megközelíteni. Olyan védettsége van, a legszebb erdők itt vannak. Tehát ha el akarjuk helyezni, Kalocsa és Baja között van ez az érsekcsanádi csodálatos világ. Ennek a tájnak a varázsát az erdők és vizek találkozásának harmóniája adja. Ártéri vízikapuk, fokok, amelyeken keresztül az áradó víz szétterül a folyóvölgyben. Úttalan utakon és rejtett vízőösvényeken közlekedek. Hajdanán desokor falász csíptem nyakon ezeken a helyeken. Már őket az ablakból kamerázom. És megmondom te néked, unom már a szoptatós, vaddisznós felvételeket. Én életemben
Nem láttam soha, mert mindig a legsűrűbb csalámba csinálja ezt. Most meg minden este tavaszi időszakban, minden este ott előttem, itt a tanyámmal szemben, 30 méternél eldobja magát, mert tudom, mikor dobja el magát, mert látom rajta. Minden nap figyelem őket. Egyfajta Konrád Lorenz kísérleteket végzek, és nézem őket, és hoppá, egyel kevesebben vannak a malacok, egy aranysakál martaléka lett. Mindent tudok róluk. Barnabás természetvédelmi őrként jár kele csodálatos helyen, ahogy gyakran érez késztetést arra, hogy kameráját is előkapja. Tanítani szeretnék a filmekkel. Én nem vagyok például híve ezeknek a telepítsük vissza ide-oda, csak így spontán. Én annak vagyok híve. Mert kérdezem én, mi lenne velem, ha engem majd előre vinnének mondjuk 200 évvel a korban, vagy vissza? Nem találnám a helyemet. Na, ha most egy faj eltűnt, és 100 év múlva, 150 év múlva visszarakják ugyanoda, ugyanígy fog járni. Tehát ezt nagyon megfontoltan kell csinálni, mert a dinoszauruszt is vissza lehetne hozni. Jó lenne. Tehát a lényege az, hogy először az élőhelyet kell helyrehozni, és esetleg egy párat visszahozni, és megnézni, hogy mit csinál. Mit csinál a környezete, és hogy reagálja le az egy pár. Megpakoljuk a tepsi alatt a tüzet. Most jön ez. Elfogjátok magatokat röhögni, körülbelül fél óra múlva, 3-4 óra múlva. Ide jön egy varjú, és elkezd ember nyelven beszélni. Ez a varjú folyton azt óvígatja, hogy anya, anya, egy vásott kölyök lehetett, aki állandóan az anyját nyaggatta. Na, erről is csinálok egy filmet. Nyár végén a szarvasok és vaddisznók kedvenc csemegéje a vízisúlyom zsenge termése. Ez a kép akár Afrikában is lehetne. Akármit csináltam, én mindig filmet néztem. A természet, az egy nagy film. A természet a Jóisten titkos írása. És én egész jól megfejtettem már. És én megpróbálok az embereknek segíteni abba, hogy kell a természetbe élni. Hogy kell viselkedni. Hogy tudok én gazdálkodni úgy a természet, akár a szántóföldemen, hogy a természet segítsen nekem. Ezeket akarom megtanítani a gazdáktól kezdve minden embernek, hogy lehet együtt dolgozni a természettel úgy, hogy engem ne gátoljon, hanem segítsen. Mit olvasok ki most ebből, amit most látok? Igen. Megmondom. Nézd, az alga úszik fel a felszínre. Azaz, mit jelent ez? Időjárás változás lesz. Egy csomó öreg halásszal csináltam riportot. De miért nem csináltam többel? Mind meghaltak már. Akkor a veszteség az, hogy nem örökítettem meg egy csomó dolgot. Ma már mindent filmezek és mindent fényképezek, mert nem tudom, hogy mi az, amire majd később szükség lesz. Fiatalságot kell megfogni. Ők számítanak.
Az öregeknek meg elég, ha csak tetszik. A filmjeimet úgy szeretném megcsinálni, főleg a Gemenca Veránkai halásztanyám ablakából, hogy a 100 évestől a 3 évesig szóljon mindenkihez. Azt szeretném, ha esti mesék lennének a filmjeim. De az emberek 99%-a nem önmagát éli, hanem valami mást. Megfelelni a szomszédnak, a rokonnak, a testvérnek, a szülőnek, valakinek megfelelni. Nekem az volt a szerencsém, hogy én mertem szembe menni az egyirányú utcába. És engem nem érdekelt, hogy hülyének néznek. Mert a végén irigyeltek. De ehhez nekem szembe kellett menni mindenkivel. A filmémet western és blues zenékre kell hangosítan. És számon kérték rajtam, hogy miért amerikai zene? Erre azt mondtam, Vaksasós János tanított meg rá, mert én vagyok, és ez a zene is én vagyok. És én nem akarok megfelelni senkinek az elvárásának. A nyávogó zene adja meg a meditációs hangulatot. A magyar embernek a tűz. Mert a tűz tisztítja a lelket. És nekem, és amit most mondok, ez nagyon fontos. Nekem nem igazán a tűz a lényeg. A füst. Mert az a wifi. Lazábra vedd. Na. Én mindenkit ismerek már, csak a nevüket nem tudom. De ezek mind nagyon jó gyerekek. Melyik ez a stáb? Ez a Duna TV-s. A Duna TV legjobb stábja. Köszönjük, elfogadjuk stáblistának.